Azt meséld el, Pista címmel tartottak színház előadást a Csengély Dénes Kulturális Központban január 19-én. Az Örkény István életéről szóló darabot Mácsai Pál adta elő. A rendező a monológot Bereményi Gézával közösen, Örkény Napló és interjú részleteiből, illetve a Barátoknál őrzött Magnus szalagokról leírt beszámolók alapján állította össze. Az egyes szám első személyű Örkény szövegeket összegerebjézném, és megnézném, hogy van-e ebben egy ilyen alanyi, egy személyes előadói, színházi esély. És akkor Bereményi Gézát megkértem, hogy segítsen nekem ezt összeállítani, összegerebjéztem, egy kássahegy volt, tehát 300-400 oldal, az nagyon sok. És ebből Bereményi segítségével csináltunk egy 50 oldalas szövegkönyvet, azzal a szándékkal, hogy a Komédium Színházban, ami egy 90 személyes kis pince színház Budapesten, sajnos nem működik ma, hogy ott legyen ebből egy est. Mácsai Pál 25 évet töretlen sikerrel játsza az Örkény István saját szavaiból összeállított műsort. Ez idő alatt több mint 700 alkalommal adta elő a darabot a közönségnek. Én nem unom. Ha unnám, abba hagynám. De hát nem vagyok egyedül a szöveggel, tehát itt a közönség. És hát itt erősen számítok én mindig a nézőtérre, tehát ezt nekik mesélem. Itt nem egy a színpadi dobozban, egy negyedik fal mögé néz be a néző, mint gyakran színházban, hanem feléjük fordulok, ég a lámpa a nézőtérre, és nekik mesélek. Tehát az ő tekinteteik, az ő reakciójuk, a figyelmük minősége, az visz engem itt történetről történetre, vagy mondatról mondatra. Tehát tulajdonképpen ez önökön múlik, nem rajta. Mácsai Pállal a teljes beszélgetés megtekinthető csütörtökön a Paletta című magazinban. A teljes műsor visszanézhető lesz a Telepax YouTube csatornáján.